Sziasztok, Dömény István vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Mai témánk öngyógyítás Egyiptom isteneivel, Babilon titkai. És hogyha van valamilyen betegséged, valamilyen testi tüneted, akkor biztos vagyok benne, hogy tenni szeretnél magadért. És talán már olvastál az interneten ezzel kapcsolatban egy-két dolgot, talán voltál néhány spirituális tanfolyamon, talán már nálam is jártál, és fejlődött az a képességed, hogy öngyógyítsad magadat. Azonban ez nem biztos, hogy elég volt. Elképzelhető, hogy enyhültek a tüneteid, az is lehet, hogy meg tudtad magad gyógyítani, de lehet, hogy több segítségre van szükséged. Ilyenkor érdemes igénybe venni külső erőket, külső olyan intelligenciákat, erőforrásokat, mely nagymértékben tudja növelni az öngyógyítás hatékonyságát. Én az elmúlt években elkezdtem ezzel foglalkozni. Először megcsináltam a belső föld képzést, ahol a belső földi elemlényekkel vettük fel a kapcsolatot, és gyűrűk segítségével összekapcsoltuk magunkat ezekkel az elemlényekkel, és egy nagyon hatékony öngyógyítási folyamatot tudtunk elindítani, ami hatására látványos, azonnali gyógyulásokat értek el a tanítványok. Ezt a képzést egyébként most február 14-én újra indítom. Február 14-én szerdai napon 5:30-8 lesz az első fokozat első része, majd egy hét múlva rá, február 21-én a második. Ez egy 5 fokozatú képzés, ahol külső erőket, isteni minőségeket, elemlényeket tudsz összekapcsolni magaddal, és ezáltal nagyon hatékonyan tudod növelni az öngyógyításodnak az erejét. Aztán ott van az önfejlesztés tanának a képzés sorozata, ami február 18-án fog indulni, ahol szintén a naprendszer szféráiban lévő isteni minőségekkel vagyunk kapcsolatban, és itt is vannak már gyűrűink, aminek a segítségével online, közvetlen, állandó kapcsolatban tudsz lenni ezekkel a lényekkel, és folyamatosan tudják segíteni a te öngyógyításodat, takarításodat, önfejlesztésedet, felemelkedésedet, ami egy rendkívül hatékony dolog. Megvizsgáltam azt, hogy ebben a földi felszíni világban az emberi kultúra az hol ért el a legmagasabb szintet, hol tudtuk a legjobban, a leghatékonyabban gyógyítani a testünket, fejleszteni magunkat, és egy olyan magas minőséget elérni, amelyet hívhatunk isteni minőségnek. Ezt a kultúrát úgy hívjuk, hogy babiloni kultúra, és nagyon keveset tudunk erről, a történelmi könyvünkből kitörölték, minimális, nem igaz információ van csak benne. Ezzel a kultúrától nem messze volt az egyiptomi kultúra, ahol is az egyiptomi istenek egész jól fennmaradtak, hatalmas szobrokat emeltek az egyiptomi isteneknek, kőtáblákba vésték az információkat, és valamiért úgy gondolta ez a világ, hogy ott nem kell akkora pusztítást végezni az információk eltitkolásába, vagy talán csak nagyon el voltak ásva a föld alá, nem is tudjuk pontosan, hogy miért nem akarták eltüntetni ezeket az isteneket onnan, de bizony Babilonban, ahol a legnagyobb szintet, a legmagasabb fejlettséget érték el, ott ezt megtették. Azonban ezek az istenek fönnmaradtak ám nem csak Egyiptomban, hanem az ókori világban, ugye sokféle kultúrában lehet erről olvasni, fönnmaradtak különböző írások, amik igenis bizonyítják, hogy istenek éltek köztünk, és segítettek minket. Nos, én tisztán látó, halló, érző vagyok, és képes vagyok belehelyezkedni más időpontba és más térbe, és ott megtapasztalni a valóságot, az igazságot, és megnéztem ezeket a kultúrákat, és Babilonban találtam meg a legfényesebb, a legfantasztikusabb dolgot, ahova eljutott az ember. Ugye, ha nézed a videóimat, akkor tudod, hogy van nekem egy fénykultúrája képzésem, amit nemrég tartottam meg, és igazából az az első világ, ahol az emberek nagyon magas minőségben éltek, nagyon magas tisztaságban, fényességben. Az önfejlesztés tanának a 9-es fokozatán tanítom hokma fényét, az a legtisztább fényesség, amit el tudunk képzelni a végtelen világegyetemben, és ez a fény ragyog a fénykultúrájában Umátiból, aki a mi teremtőnk, a Földnek a teremtője, az egész naprendszernek a kialakítója, és az ő fénye ragyog mindenkiből ebbe az első világban, vagyis egy nagyon pozitív, egy nagyon szeretetteljes, egy nagyon egységben élő életet élünk ott a fénykultúrájában, de ez a fény, ez nem a saját érdemünk, tehát nem mi dolgoztunk magunkon és tisztítottuk ki magunkból a sok sötétséget, a sok negatívumot, hanem Umáti
ragyogása tölt meg minket, és az ragyog belőlünk, és ezáltal érjük ezt el. Ez egy kezdeti első stádium, egy inkubátor, ahol az ember megtanulja ezt a fizikai világot, és még egy ilyen átmeneti, szeretetteljes állapotban tudja ezt megélni, majd ugye a fénykultúrából kikerülve, hát belesűrűsödünk rendesen az anyagba, visszakapjuk szabad akaratunkat, és képesek vagyunk dönteni fény és sötétség között életünk minden pillanatában. És fejlődünk. És velünk voltak az istenek. Itt éltek velünk a mindennapokban, különböző világokban, különböző helyszíneken, különböző mennyiségben voltak jelen, és tanítottak minket, fejlesztettek minket. Ott voltak mindig velünk, amikor segítségre volt szükségünk, és így a fejlődésünk folyamatos volt, állandó emelkedés volt az ember élete. Ma már nem ez van, ha megnézed az emberek életét, inkább állandó süllyedés van. Mondhatnám azt, hogy bukórepülésbe megyünk lefelé az anyagba, egyre jobban bele vannak az emberek ragadva az anyagba, és bizony volt egy csúcspontunk ebbe a fejlődésbe, ahogy mentünk fölfelé, aztán onnantól pedig megy hanyatlásunk, ahogy megyünk lefelé. Próbálják elhitetni velünk ez a világ, hogy milyen jól élünk mi, hiszen régen mennyire rossz volt az embereknek. Tudod, azt szokták mondani, a történelemkönyveket a győztesek írják. Ha megnézed a mai gyerekeknek a történelemkönyvét, meg mondjuk egy 50 év ezelőtti történelemkönyvet, akkor megdöbbentő különbségeket fedezel fel, de lehet ez a biológia vagy a kémia területén is. És nem olyan dolgokra gondolok, amit új tudományos vívmányok miatt történtek meg, hanem olyan dolgoknak a megváltoztatására, amit nem változott. Az elmúlt 50-100 év alatt nem változott meg a múlt 1000 éves vagy több ezer éves történelme, mégis átírják a könyvekbe azért, hogy a jelenlegi hatalom a leginkább szolgálja őt, az az információ, ami neked ad a te gyökereidről, hogy te ki vagy, hova jöttél, miért vagy itt és hova tartasz, mert minél inkább az anyagba tudja beleterelni a figyelmedet, annál inkább elfelejted a te érzelmi és szellemi minőségedet, a te isteni részedet, és annál kevésbé tudnak téged befolyásolni, minél magasabban vagy, minél magasabb a rezgésed, minél tisztább vagy, annál inkább ura vagy az életednek, és szeretném neked megmutatni ezt a babiloni kultúrát, szeretném megmutatni, hogy milyen magaslatokba tudsz eljutni, milyen az, amikor istenekkel élünk együtt, milyen az, amikor ők fejlesztenek minket, és milyen az, amikor olyan magas fejlettséget élsz már el, hogy képes vagy elhagyni ezt a világot, képes vagy kikerülni ebből a mókuskerékből, amit inkarnációnak hívnak, és újra visszaszülettetnek téged ebbe az anyagba, hogy itt dolgozzál, itt termeljed az energiát, és hát fejlődjél, de a fejlődési lehetőséged igen minimális. Nézd meg az átlag embert, aki megy a mindennapokba, hogy gyakorlatilag épp hogy csak megél, épp hogy csak túléli az életét, nem pedig egy boldog, békés, szeretetteljes életet él, hiszen fogja a saját gondolatainak, érzéseinek, és elszenvedi az anyagot ahelyett, hogy örülne neki, és fejlődne és szenvedne. Biztos vagyok benne, hogy te, mikor nézed ezt a videót, te már egy picit más vagy, te már képes vagy túltekinteni az anyagon, és talán már rájöttél arra, hogy több vagy az anyagnál, te egy szellemi minőség vagy, aki leszületett ide az anyagba, és képes vagy a kezedbe venni a saját sorsodat, beleértve az egészségedet, beleértve a boldogságodat, igazából bármit, amit szeretnél, és ehhez kínálok neked most egy új lehetőséget, ugyanis most február 10-én elindítom a Babilon képzést, és ezeket a bizonyos ókori isteneket fogom ide idézni az anyagba, és gyűrűket fogok neked adni hozzá, hogy állandó kapcsolatban legyél ezekkel az istenekkel, akik régen nagyon sokat segítettek itt a Földön, nagyon jól ismerik ezt az anyagot, és nagyon sokat tudnak neked is segíteni. Tudod, azt a példát szoktam mondani, hogyha egy nyulat bezárnak egy ketrecbe, akkor az a nyúl csak akkor tud kijönni abból a ketrecből, hogyha külső segítséget kap, és ezért szeretnék neked egy külső segítséget adni, hogy kikerülj abból a ketrecből, amiben élsz jelenleg, abból a sok karámból, ami bezárt téged, legyen az fizikai betegség, legyen az egy negatív érzés, félelmek a lelked szintén,
korlátozó hitrendszerek, negatív gondolatok a szellem szintjén, ezek mind bezárnak téged, és most kínálok neked olyan isteni minőségeket, 5 fokozatot fogunk végigcsinálni ez alatt az év alatt, és ez alatt 10 isteni minőséggel fogsz megismerkedni, akikkel gyakorlatokat fogunk csinálni. Ezek az isteni minőségek eltérőek, mindegyik máshoz ért. Értenek ők sok mindenhez, de vannak olyan dolgok, amihez jobban értenek másoknál, és ezeket fogjuk tőlük megtanulni, hogy fejlesszük magunkat, hogy sokkal erősebbek legyünk, nagyobb erőnk legyen, intelligenciánk legyen, hogy képesek legyünk kikerülni ebből a bizonyos karmikus körforgásból, úrrá lenni az életünkön, és eldönteni azt, hogy mit is akarunk kezdeni az életünkkel. Ők annyira fejlettek voltak Babilonba, hogy bármit megtehettek, e világ urai nem tudtak rajtuk uralkodni, még a Bábel tornyát is létrehozták, és elhagyták ezt a világot azokkal az istenekkel együtt, akik addig itt éltek, hiszen úgy döntöttek, hogy most már nem tudnak többet adni annak a kultúrának, amivel ott élnek, és odaadták az embernek azt, hogy hát lássuk, mit kezd az ember istenek nélkül, hova jut az ember istenek nélkül. És hát, hogyha visszanézzük ezt a több ezer éves történelmet, amiről a történelemkönyvben nem sokat tudsz, nem sokat írtak le, de mégis az látszik, hogy ahol eljutottunk, az egyáltalán nem egy magas szellemi minőség, inkább egy nagyon mély anyagi sűrűség, amiben vagyunk, úgyhogy hívjuk vissza az isteneket, hogy segítsenek nekünk, és emeljenek minket, mert már nagyon sokan lakunk itt ebbe a Föld nevű bolygón, nagyon sokan ide születtünk, és szükségünk van a segítségükre és a támogatásunkba, úgyhogy legyél te az elsők között, aki kapcsolatba kerülsz ezekkel az istenekkel, akik régen itt éltek, és fejlődjél óriási mértékben, szállj föl erre a gyors vonatra, amit kínálok neked, hogy emelkedni tudjál, és a te emelkedéseddel mutass példát a többieknek is, hogy igenis van kiút, van fény, és képesek vagyunk emelkedni, és egyre magasabbra szárnyalni. Legyen az öngyógyítás, legyen az önfejlesztés, legyen az boldogság, bőség, béke, szeretet, mindegy, hogy mit szeretnél, ne hagyd, hogy mások uralkodjanak rajtad, hanem vedd kezedbe az életedet, vedd kezedbe a sorsodat, és gyere el február 10-én 10 órára a Babilon képzésre. 30 000 forintba kerül a képzés, és hogyha szeretnél jönni, akkor küldjél nekem egy e-mailt az istvan.domain@gmail.com-ra, írd oda a neved, címet, telefonszámod, és hogy a Babilon képzésre szeretnél jelentkezni. Ezt a képzést meg fogom ismételni február 25-én, 1 órakor kezdjük, és délután 7 órakor lesz a gyűrűknek az avatása. A gyűrűknek az ára 55 000 forint per darab, és ezen a február 25-i napon 2 darab gyűrűt fogunk felavatni, és lehetőséged van újra elvégezni a képzést. Valamint, hogyha eljössz, március 9-től 17-ig tartom a tavaszi táborunkat, szintén lehetőséged van a Babilon 1-es, és akkor már a Babilon 2-es képzést is elvégezni. Ebbe a táborba online is be tudsz csatlakozni, minden másnap fogunk végezni egy-egy babilonos gyakorlatot, tehát maga a tavaszi táborunk a Babilonról fog szólni, hiszen biztosan tudod, hogyha talán voltál ilyen spirituális táborban, hogy ha megcsinálsz egy tanfolyamot, akkor csak egy napig éled át azt a csodát, amit ő adni tud. De ha egy táborba mész, akkor akár egy héten át, ez egy 8 napos tábor lesz, tehát folyamatosan napról napra emelkedni fogsz, nem pedig úgy, hogy elmész egy tanfolyamra, ott kapsz egy csodát, aztán visszazökkensz a hétköznapokba, és ugye az a sötétség, amivel napról napra találkozol, az oltja ki folyamatosan azt a fényt, amit kaptál, itt pedig növeled a fényedet egy héten át, tehát a tábor után hosszú hónapokon át benned fog ragyogni ez a fény, és öntözöd vele a környezetedet, és jobbá tudod tenni az egészségedet, vagy bármit, amit szeretnél. Tehát várlak szeretettel a legújabb képzésemre, február 10-én, Babilon 1, 10 órától lesz,
30 ezer forintba kerül, és hogyha szeretnél jönni, akkor küldjél nekem kérlek egy e-mailt, istvan.domain@gmail.com, írd oda neved, címet, telefonszámod, és hogy a Babilon képzésre szeretnél jelentkezni. Ha videó alatt feliratkozol a hírlevélre, akkor nagyon sok érdekes információt adok neked, amivel tudod fejleszteni, tudod jobbá tenni az egészségedet, tudod fejleszteni önmagadat. 25 ingyenes gyakorlat van benne, ami fönt van a YouTube-on, mint vezetett meditáció meg tudod csinálni. Van benne 513 darab jellemvonás, lista, 11 oldalas korlátozó hitrendszer lista, képzések részletesen, és van benne egy Excel tábla, amiben a teljes éves képzésemet megtalálod, tehát előre tudsz tervezni, hogy mire érdemes jönni. Nagyon sok hasznos dolgot, több mint 60 képzésem van már, tehát gyere és csináld meg, mert óriási dolog önmagunkat fejleszteni, hiszen ezáltal minden megváltozik az életedbe. Ha már feliratkoztál a hírlevélre, de mégsem kapod, akkor a spam mappába keresd meg, mondd, hogy nem spam, és ezentúl kapni fogod. Jó, ha pedig tetszik a videó, akkor kérlek iratkozzál fel a hírlevelemre, nyomd meg mellette a harangot, hogy értesítést is kapnál, lájkoljad és oszd meg ismerőseiddel, és most szeretnék néhány gondolatot megosztani veled, hogy mi az, amik még lesznek, amik itt vannak előttünk, amik bizony nagyon sokat tudnak neked segíteni a Babilon képzés mellett. Tehát február 10-e Babilon képzés, és még aznap este 6 órától rendezem a szülinapi bulimat, amire várlak szeretettel itt Jászalsó Szentgyörgyön. Jönnek a tanítványok, ha szeretnéd megismerni őket, akkor várunk téged is szeretettel. Részletekért kérlek küldjél e-mailt, és elmondom, elküldöm. Másnap, február 11-én szervregárok képzésnek a nemi szerv részét fogjuk tartani. Ezt Aranka tartja, egy fantasztikus dolog. 11 részen át, 11 fokozaton át, 11 hónapon át teljes szervrendszereden végigmegyünk, és bizony ki tudod szedni azt a sötétséget, ami megbetegíti a szervet. Sejtszintű regenerációt tudsz elérni a szerveknél, ugye legyen bármi most a nemi szervekkel kapcsolatos problémád, és nem csak fizikai szinten, hanem lelki-szellemi szinten is rendet teszünk. Például kivesszük azokat a korlátozó hitrendszereket, ami kiváltaná a betegséget, és helyére olyan pozitív hitrendszert rakunk be, amely nem hagyja, hogy később kialakuljon a betegség, tehát akkor is érdemes jönni, ha már beteg vagy, és akkor is, hogyha még nem, hogy ne alakuljon ki. Ezek a pozitív hitrendszerek nem csak a testi gyógyulást adják oda neked, hanem teljes életmódváltozást adnak, sokkal inkább te fogsz lenni az Úr az életedbe, és egy boldog, békés, szeretetteljes életet tudsz élni, olyan minőségben, amit csak szeretnél, hiszen minden korlát, gát, ami benned volt, az leomlik rólad, és egy nagy szabadság lesz a tiéd, amiben dönthetsz az életedről. Jó, tehát szervegeneráló képzés, február 11, névcím, telefonszám, e-mail rámre, és várlak szeretettel. Február 14-én indul a belső föld képzés. Ez jelenleg a legújabb képzésem, ugye a babiloni lesz a következő, viszont ezt már többször megtartottam, ez is egy 5 fokozatú képzés, belső földre látogatunk el, megismerkedünk az elemlényekkel, és a jelenlegi legerősebb, leggyorsabb, leghatékonyabb gyógyító módot, önfejlesztő módot ismerheted meg, és teszed meg ezt önmagaddal, az elemlények teszik meg, melyhez ugyanúgy gyűrűket rendelhetünk, amik folyamatosan dolgoznak rajtad. Az első rész a fizikai egészség, a második rész lelki egészség, lelki tisztaság, harmadik rész mentális egyensúly, mentális egészség, negyedik rész tisztánlátás, hallás, érzés, mentális vándorlás, az ötödik pedig a 4 isteni tulajdonság fejlesztése. Fantasztikus élmények vannak, csodálatos megtapasztalások. Azt gondolom, hogy ha te például erők tanára jársz, ez alapmű, mindenképpen gyere és csináld meg. Ha pedig nem jársz még erők tanára, csak pusztán szeretnéd fejleszteni magadat, szeretnél egészséges lenni, szeretnél jobb életet élni, akkor várlak szeretettel február 14-én, szerdai napon 5:30-tól 8:00-ig van az első rész, és egy hét múlva 21-én szintén szerdán, ugye ebben az időpontban a második része az első fokozatnak, majd havonta lesz a többi. Önfejlesztés tana február 18-án fog újraindulni, ez egy 10 fokozatú képzés, naprendszer erőivel dolgozunk, nagyon nagy megtisztulást tudsz elérni, nagyon szeretik a tanítványok, ez a 2 legnépszerűbb képzésem, az erőktana és az önfejlesztés tana, sokan szoktunk lenni, gyere te is február 18-án, tedd rendbe magadat,
tegyél rendet magadba fizikai, lelki, szellemi szinten, engedd el a negatív érzéseidet, engedd el az egót, a személyiséget, aki bezár téged, alakítsd át egyéniségé, aki te vagy, urald az életedet, olyan teremtő technikát adok neked, amivel bármit meg tudsz teremteni, legyen az az egészség, a párkapcsolat, a boldogság, mindegy, hogy mit szeretnél elérni az életedbe, ezt is odaadom, tudod oldani a karmikus szálaidat, elengedni a félelmeidet, tehát átfogó képzés, mindent meg tudsz tenni, és ennek a képzésnek nemrég elindult a második része, ami egy újabb 22 részes, 22 hónapos képzés, így a kettő együtt már egy 32 részes képzés, ami nagyon mélyen meg tud változtatni, és nagyon részletesen meg tud ismerni magadat, amivel egy nagyon magas minőségű ember tudsz lenni, egy nagyon magas minőségű életet tudsz megélni. Úgyhogy várlak szeretettel február 18-án, hogyha szeretnél az önfejlesztés, az önismeret útjára lépni, kezedbe venni az életedet, és egy jobb sorsot megtapasztalni. Február 24-én önfejlesztés tana második részének a második fokozata lesz, amire várlak szeretettel. Február 25-én lesz az önfejlesztés tana első részének a tizedik fokozata, azoknak szól, akik a 9-est már elvégezték. Ugye régen csak 8 részes volt a képzés, de már régóta megvan a 9-10-es. Gyere és pótold be, hogyha megvan az első 8, vagy ha nincs, akkor gyere az elejétől. Február 18-án most beszéltem róla. Március 2-án pálcaképzés, ez a spirituális erőtanaképzéshez kapcsolódik, és aki már elvégezte a 3-as fokozatot, őt várom szeretettel, illetve a 6-os fokozat és a 8-as fokozat után is gyere el, hiszen újabb pálcákat, újabb minőségeket tudsz elkészíteni, ami rendkívül fontos azoknak az életében, akik erőktanára járnak, hiszen ezen eszközök segítségével nagyon gyorsan és hatékonyan tudnak módosítani dolgokon. Ugye ennek részleteit az erőktanán tanítom. És akkor a tábor, a tavaszi tábor március 9-től 17-ig, ugye már jönnek a jelentkezések rá, gyere te is, legyünk együtt, egy fantasztikus 8 napot tölthetünk együtt, nagyon szeretjük ezt a 8 napot, és várunk téged is. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek, hogy lájkoljad, iratkozz fel a csatornámra, és oszd meg ismerőseiddel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Szia!